Kecskeméti beruházásról tárgyaltak pár napja a külügyminisztériumban. Szijjártó Péter egyik oldalán a térség Fideszes országgyűlési képviselője, a másikon pedig Kecskemét alpolgármestere. A polgármester csak az asztal szélén kapott helyet, ahogy a sajtótájékoztatón is a második sorban ült. A beruházásról viszont szemerei népat, aki Klaudia elsőként számolt be a közösségi oldalán. Első szava viszont nem a köszöneté, hanem az ellenzéki bírálaté volt. Kecskemét fejlődésének akadályozásával és hec kampányjal vádolta az ellenzéket a kormánypárti városvezető. Mindezt egyetlen nappal azután, hogy szintén közösségi oldalán nyilvánosan szólította fel az összes ellenzéki pártot, hogy függesszék fel az előválasztási kampányukat, mert Kecskemétnek nyugalomra van szüksége a koronavírus járvány közepette. Szinte egy időben a poszt megjelenésével Gulyás Gergely is kapott kérdést az ellenzéki előválasztásról a kormányinfó. A miniszter szerint ez nem a kormány dolga. Az ellenzék saját szabad döntése, hogy az egy év múlva esedékes választásokon miként indul. Azt a ketchup.hu helyi hírportál vette észre, hogy szemerei népat, aki Klaudia ellenzéket támadó bejegyzése valójában egy olyan hirdetés, amit az általa vezetett önkormányzat fizetett, vagyis közpénzből került a közösségi oldalra. A Momentum szerint ez képmutatás, az pedig a Fidesz minősíti, hogy mit gondolnak egy kampány menetéről. A Fidesz az, aki kampányaiban a legajasabb módszereket is beveti, és ez az ő szegénységi bizonyítványok, bizonyítványuk, hogy nem tudják elképzelni azt, hogy mondjuk egy előválasztás az víziókról, tartalomról és egy, és egy verseny, egy, 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 fair versenyről szól, és nem pedig egymás lejáratásáról. Szemerei népat, aki Klaudiát hiába kerestük, hogy meg tudjuk, mennyire szolgálja a nyugalmat az általa vezetett önkormányzat által közpénzből feladott hirdetés. Nem akart nyilatkozni híradónknak, és nem válaszolt a megkeresésünkre.